Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik április 6-án. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint a Purva Bhadrapada Moonhouse holdházban van. Tehát ebben a holdházban van. Ez a holdház azt jelenti, hogy tekintsünk a mélybe. Vizsgáljunk át bizonyos dolgokat. Ez lehet egy befele tekintés is, egy spirituális terület. Amit ez a holdház még jelent, hogy győzni kellene az igazságtalanságok ellen. Harcolni kell az igazságtalanságok ellen. Ezen a napon, április 6-án van egy jó kapcsolat Vénusz bolygó és Plutó bolygó között. Plutó bolygó jelentheti a hatalmat, hogy mi hölgyek uralkodjunk egy bizonyos helyzet felett. Be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. Plutó jelentheti a belső erőt, a hitet is, hogy vannak elképzelések, ezt most nem szabad feladni. Amit Plutó bolygó még jelenthet, azok a szexuális témák, lehet, hogy nálunk hölgyeknél most megvan ez az erotikus kisugárzás, vagy vannak párkapcsolatok, ahol most ez a testi kapcsolat áll a középpontban, vagy ezekről a témákról kellene beszélni. Ezt is jelentheti. És most megnézzük az ő gondolatait. Ami felül látható, ezt mutatja a jeges medve meg a torony. Ez jelentheti azt, hogy ő fogva érzi magát a toronyban. Egy bizonyos helyzetben, vagy egy bizonyos kapcsolatban. És most megvan az ereje ahhoz, hogy kilépjen a toronyból. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és a medve jelentheti az ő erejét, ezzel most be tudja bizonyítani magát, de ez a jeges medve, ez lehet egy másik személy is, akinek szava van. Ez lehet a főnöke, ez lehet az apukája, ez lehet egy bíró is. Ami kettőtöket illet, lehet, hogy voltak a múltban félreértések, és kettőtök között ott van a torony, mint egy fal, és ezen ő most át akarja tenni magát. Megküzd a torony ellen. Lesz közeledés, hiszen el akarja tüntetni köztetek ezt a falat. Az ő érzelmeit bal oldalon látjuk. A kulcs azt jelenti, hogy megvan a magabiztos fellépése. Azt is jelenti, hogy ő használni fogja ezt a kulcsot, lezár bizonyos dolgokat, például a tornyot, és kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Amit tervez, hogy meg akar ajándékozni téged, hiszen a virágcsokor az lehet egy ajándék, vagy lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, persze jelenti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet is. Mit fog tenni, azt jobb oldalon látjuk, ő ül ezen a széken, úgy figyelgeti az eseményeket, vannak elvárásai. Elvárja azt, hogy te észrevedd őt. Mert ő áll a középpontban, vagy ő szeretné irányítani a dolgokat.
De vannak jó gondolatok, vannak jó ötletek, vannak szép érzelmek, ami szerencsét hoz mindkettőtök számára. Ezt jelenti a 4 levelű lóhere. Vagy ő boldog veled, ha találkozni tud veled. Mi fűz össze benneteket? Azt mutatja középen a magyar kártya, amit a férjem készített. Ez az úgy nevezett rovásírás. Ez hasonló, mint a germánoknál a rúna, ami bal oldalon látható. A rúna szimbóluma ugyanaz, mint a rovásírásnál. Ezek is betűk tulajdonképpen. És a régi írásmódot mutatja. Itt az A betűről van szó. Most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent ez az A betű, például Ádám, vagy Adrien, vagy Ámor. Ez lehet egy helység is, például Ábrahám hegy, vagy lehet egy fogalom, nekem árok jut eszembe, de azért legyünk óvatosak, nehogy beleessünk ebbe a csaptába, ebbe az árokba. És mi jut eszedbe neked erről a betűről, leírhatod a kommentárba. A régi írásmód az középen van, aminek van egy szimbolikus jelentése. Azaz egyenes pót, az jelenti az életutat. Egy egyenes utat. De most elhagyod az életutadat, és kifele mozdulsz. De nem maradsz ott sokáig, hanem visszatérsz újra az életutadra, vagy az otthonodra. Az lehet, hogy itt lesz egy találkozás, és közösen visszahúzódtok. Azt is jelentheti ez a szimbólum, hogy ki kell lépni egy bizonyos helyzetből, vagy elhagyni most az otthonunkat, megjelenni a nyilvánosságon, valakivel találkozni, beszélgetni, és utána visszahúzódni újra az otthonunkba. Amit a rúna kártya jelent, ez a férfias és nőies energia, egy szerelmes pár, és érezhető a képen a szenvedély. A napi energia az jobb oldalon látható. Ez a hölgy tisztítja az ablakot. Lehet, hogy ablakot kellene pucolni ezen a napon. Vagy, amit jelent ez a kép szimbolikusan, hogy ő szeretne tisztázni valamit, szeretne tisztán látni valamit, szeretne kilátni az ablakon. Az ablak szimbolizálhatja az internet kapcsolatokat is. Az ablak mögött megjelenik a létra. És a létra jelenti azt, hogy lépésről lépésre el kellene érni a céljainkat. Lehet, hogy ez a kép azt szimbolizálja, hogy legyenek konkrét célok, amit szeretnénk elérni, úgy felfele mozogni. De addig, amíg nincs pucolva az ablak, valami még átláthatatlan. Lehet, hogy ezt nem tudjuk megfogalmazni jelen pillanatban, hogy mi fontos, melyik cél lenne fontos ennek az elérése. És oda kellene nézni, ezt kellene tisztázni konkrétan, hogy miről van szó. Szeretnéd elérni a céljaidat a munkahelyeden, hogy megkapd az elismerést, hogy lépésről lépésre előre haladj, elérd a céljaidat. Vagy vannak más célok, hogy élni akarod a hobbidat, vagy szép családi kapcsolatot szeretnél kialakítani, vagy a párkapcsolatban van köztetek egy közös cél, mint például egy közös otthon megteremtése. És akkor figyelj oda, láss tisztán a dolgokat, és ne add fel.
ne add fel a céljaidat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az A betű, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!